Üdvözlöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. A mai napon rendhagyó módon került meg a Birkafőző Fesztivál napján. Otthonunkban is a birkafőzés. Meséljen erről néhány mondatot. Úgy gondoltuk, hogy én mindegy egyes birkafőző fesztiválon főztem. És beszélgettük az ismerősökkel, hogy június utolsó szombatján nincs olyan, hogy mi nem főzünk. Mert a Karcagon a birkafőzés nem a birkafőző fesztivál miatt volt, hanem amiatt, hogy szeretjük a birka pörköltet, és úgy gondoltunk, és azt látom, nagyon sokan úgy gondoltak Karcagon és a környékén, hogy főzni fognak birka pörköltet, én is így csinálom, segítenek a családtagok, és délre, amikorra kész lesz, akkor barátok, ismerősök, rokonok fognak jönni, és ugyanúgy megesszük. Ugyan hiányzik a birka főző fesztiválnak a hangulata, hiszen ott olyan emberekkel találkozunk, olyan régi ismerősökkel, régi barátokkal, akikkel csak évente egyszer a birka főző fesztiválon. Ez a hangulat hiányzik, de semmiképpen nem adjuk fel azt a hagyományt, hogy ilyenkor birka pörköltet főzünk, és jó étvágyal meg is esszük. Említette, hogy minden egyes birkafőző fesztiválon ott volt. Hogyan emlékszik vissza az elsőre? Hát az elsőn talán 30, vagy még lehet, hogy kevesebben voltunk. Én emlékszem az első helyre, amin nem az első helyezésre, hanem az első helyre, ahol főztem, hiszen a múzeum mögötti részen főztünk, ott voltunk először, utána a múzeum oldalánál, a pincelejárónál, és talán már 10-11 néhány éve pedig a múzeum kert nagy kapujánál főzünk. Mindig jó társaság volt, jó szomszédok voltak, az egymás kínálása, az egymás heccelése, ez mindig hozzátartozott a birkafőző fesztiválnak a hangulatához, ez egy kicsit ez hiányzik. Most e-mailen, SMS-be kritizáljuk egymásnak a birkapörköltjét, szólunk hozzá, de azt gondolom, hogy különleges ez a mostani helyzet, de a karcagiak ilyenkor is főznek birkapörköltet, meg máskor is. Én azt gondolom, hogy ezt a hagyományt meg kell őrizni, nekem a fiaim segítenek, és könnyebben haladunk így. Kialakul az évek alatt a rutin, milyen egy jó birkapörkölt, miben főzzük, és milyen fűszerezést igényel? Hát az a helyzet, hogy engem is megcsapott az a gondolat még a kezdet-kezdetén, hogy lehet ezt variálni. Nem szabad variálni. A jó birkapörköltet nem szabad variálni. A régi recept, a hagyományos receptek alapján kell megfőzni, és nekem az a tapasztalatom, hogy a jó birkapörkölt, az igazán finom birkapörkölt, azon múlik, hogy legalább egy órával később legyen kész, mint hogy a vendégek számítanak rá. Tehát jó éhes ember a közepes birkapörköltet is kitűnőnek találja. Én azt gondolom, hogy már nagy átlagban már jó közepeset tudok főzni. Nem érem még utol azokat a nagy karcagi birkapörkölt főzőket, akik minden egyes alkalommal csodát tudnak művelni, én inkább a jó közepesek közé tartozom, remélem. Hungarikummá vált a birkapörkölt, miért van ennek kiemelt jelentősége? Én azt látom, hogy ez egy teljesen indokolt dolog, mert sokan azt mondják, hogy nem szeretik a birkát, nem szeretik a birkapörköltet, és különböző averzióik vannak az embereknek a birkapörköltekkel kapcsolatban. Amikor megkóstolják a karcagi birkapörköltet, akkor azt mondják, hogy hát ez egy finom dolog, ők ilyet nem is ettek. Hát hogyha ilyen lenne a birkapörkölt, akkor ők mindig ennék ezt. Én azt gondolom, hogy jól kell elkészíteni a hagyományok szerint, és még olyan emberrel, akinek nem ízlett, még nem is nagyon találkoztam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és mindenkinek jó étvágyat kívánok.